jó játékosnak mindig legyenek céljai, és a Ferencváros szerintem egy olyan célt adott eléjük, ami igenis minden játékos kecsegtet, hogy minden előrébb végezzünk, meg hogy itt meg ott szeretnénk részt venni. Úgyhogy ez bízok benne, hogy a játékosokkal el tudjuk érni ezeket a célokat, és minél több olyan magyar játékos fog jönni ebbe a csapatba, hogy minél előrébb végezzünk. Hát ma a sajtótájékoztatón számszerűsítettük, hogy a 3-6 között szeretnénk végezni. Ez egy nagyon nagy ugrás most, hogy épp hogy bennmaradtunk, és 3-6 meredek egy kicsit, de ha még a új igazolások még, amit tervezünk, és bejönnek, akkor ez nem elérhetetlen cél. Inkább rutinosabb játékosokra kell rohonnolni, vagy fiatal tehetségekre, akik esetleg már a válogatott ajtaján is kopogtatnak? A fiatal tehetségekbe gondolkozunk, rutinos játékos már meghoztuk a Timuzsint, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy a fiataloknak olyan irányvonalat tud mutatni, olyan profizmust, ami a fiataloknak kell, úgyhogy fiatalokba gondolkodunk mindenképp. Hát bízok benne, hogy minél hamarabb egy-két héten belül eldőlnek. Nehéz, mert aki már ilyenkor jön, az már vagy nem olyan szintű játékos, vagy valamiért nem tudjuk elhozni, úgyhogy bízunk benne, hogy sikerülni fog.